1970-et írunk, a helyszín Miskolc. Az év április hónapjában egy olyan büntény rázza meg a célvárost, amire hosszú évtizedek után sincs egyértelmű válasz. A mindössze 23 éves Labanc Annát különös kegyetlenséggel meggyilkolják a korai órákban. A rendőrség képtelen kézre keríteni a tettest. Valamivel hajnali 4 után egy hazafelé sétáló házas pár fordult be a megyei kórház területén lévő nővérszálló sarkán. Egy férfinak tűnő, ám nem éppen férfi a suhába öltözött furcsa járású alakot pillantottak meg tőlük nem olyan messze. Nem sokkal ezután mások is látták a belváros környékén. Ekkor a furcsa öltözék már nem volt rajta. A beszámolók alapján pedig úgy rohant, mintha az életért futna. A rendőrség tehetetlen, a találgatásokon kívül nem állt más rendelkezésükre, hogy a gyilkos fegyver sem került elő. Nem volt tehát semmi a kezükben, ami nyomra vezethette volna őket. Az pedig máig rejti, hogy ki volt az a gyanús alak, aki épp a büntény idején a helyszínen rohangált. Azon a hajnalon a nővérszálló 3-as földszinti szobájában Anna épp békésen aludt. Ekkor a gyilkos az ablakon kopogtatott, mire a lány felébredt. A legelterjedtebb elmélet szerint, ahogy kinézett az ablakon, a gyilkos a hajánál fogva megragadta, és egy hosszú törrel többször megszúrta. Ugyanakkor megoszlanak a vélemények. Mások szerint a tettes bemászott az ablakon és odabent végzett a fiatal nővel. Anna ezután még utolsó erejét összeszedve kitámolygott a folyosóra, majd azt kiáltotta. Nem akarok meghalni, mentsetek meg! Végül összeesett. Segítőkezekbe azonban túl későn került. A traumatológián már nem tudták megmenteni. Anna a műtőasztalon életét vesztette. Ökölbe szorult kezében egy gomb volt, ami egy a szálló elé kiteregetett pongyoláról származott. Minden bizonnyal ebbe a pongyolába próbálta rejteni magát az elkövető, a gomb pedig a dulakodás közben kerülhetett annak kezébe. Idén április 19-én volt 53 éve, hogy a kivételes szépségű személyzeti ápolónőt rejtélyes körülmények között meggyilkolták. Hogy miért is kap hangsúlyt Anna szépsége, nem sokára szó esik róla. A bűneset óta nemzedékek cseperedtek fel. Akár az ügyben nyomozó rendőrök, vagy a történettel ilyen-olyan módon hírbe hozott szemtanúk, esetleg gyanúsítottak, mint nyugdíjas éveiket töltik, vagy talán nem is élnek már. Az egyik leghíresebb magyar kriminalisztikai eset, amiről könyveket is írtak. Azonban annak ellenére, hogy óriási hírverést kapott és meg annyi elképzelés született a megoldást tekintve, az ügyet döglött aktaként tartják számon. Ugyanis 20 évvel a gyilkosság után elévült, anélkül, hogy megtalálták volna az elkövetőt. Biztosan kijelenthetjük azonban, hogy az eset legendás lett, ugyanis napjainkban is vannak, akik fejtegetik az igazságot. Arról is hallani, hogy tudják, ki tehette a szörnyűséget. Anna Sajó Petriben született, ami Miskolctól 17 kilométerre található. A családban nem ez volt az első ilyen tragédia. Édesapja szintén titokzatos módon vesztette életét. Többen átkot is emlegettek a történésekkel kapcsolatban, ami a családot sújtja. Nincsenek túlzottan bő információk a lányról, azon kívül, hogy a megyei kórházban dolgozott. Átlagos életet élt, szeretett szórakozni, táncolni, ahová gyakran el is járt, ha szabad ideje engedte. Leginkább a műszaki egyetem klubjaiban fordult meg, ahol a nyelvek szerint frissen diplomázott mérnökökkel ismerkedett. Úgy tudni, hogy édesapja egy mérnök férjet szeretett volna lánya mellé. Azonban, hogy apja miatt vagy saját döntésből járt-e ezekbe a klubokba, azt már valószínűleg nem fogjuk megtudni. Viszont nem kizárólag mérnökökből állt Anna udvarlóinak tábora. Ahogy már említettem, a lány híres volt szépségéről, így egészen a kamaszfiúktól kezdve az idősebb, magas beosztású orvosokon át sokan áhítoztak utána. Anna tehát széles skálán válogathatott e téren, egyesek szerint pedig élvezte is ezt a helyzetet. A támadáskor szerzett súlyos sebei ellenére még volt ereje segítséget kérni kolléganőitől, akik bár látták, hogy Anna csuromvér, nem gondoltak bűncselekményre. Felfedezése után a közeli baleseti sebészetre csak 3-4 órával később került. A légzés, valamint a keringés leállása után jöttek rá, hogy a bal válla fölötti sérülés adhat választ a kérdésekre. A mellkas felnyitáskor kiderült, ha rögtön megoperálják, esetleg megmenthették volna. Halála után 3 nappal később helyezték végső nyugalomra Sajó Petriben.
vezeték nevét először két B-vel vésték a sírkőre, a végéről pedig lehagyták a Z betűt. A Sperján György írót idézve, a bal sors még a síron túl is sújtotta. Nagyon sokan egyetértettek abban, hogy a gyilkosság indítéka valószínűleg féltékenység vagy szerelmi indítatású lehetett. A híres bűnügyi tévéműsor, amely épp akkor bontogatta szárnyait, országos hírnevet adott az ügynek, mindenki a gyilkos kilétét fejtegette. Enyhe túlzással, de gyanús volt, akire illettek a féltékenység vagy a nőkkel szembeni agresszív viselkedés jelei. Mérnökök, orvosok, mindenki, akit csak szóba tudtak hozni Annával. A leszűkített körökből a rendőrség kihallgatta a potenciális gyanúsítottakat, akiknek indítéka lehetett a gyilkosságra. A találgatások miatt családok szakadtak szét, karrierek mentek tönkre és emberéletek sodródtak a mélyre. Volt olyan orvos, aki Miskolcról Sátoraljaújhelyre költözött, de ott is rajta maradt a bélyeg. A pletyka és a suttogás elől Budapestre menekült özvegye pedig érdeklődésünkre telefonon annyit mondott, a Labanc Anna ügy tönkretette családi életünket. Valóságos rögeszmévé vált az elkövető felkutatása. Nyomozók sokaságának okozott álmatlan éjszakákat a megoldás kiderítése. Generációk cserélték az ügyaktáit 20 éven át. Az idősek bíztak abban, hogy a még ifjú, de tehetséges nyomozók talán felfedeznek valamit, amit nekik nem sikerült. Azonban ez továbbra is álom maradt. Ez az egy eset nem tudott csak bűnöst előállítani hosszú évtizedeken át. Gyanúsítottat is csupán egyetlen egyet sikerült megnevezni közel 20 évvel később, de terhelő bizonyítékok hiányában őt is elengedte a rendőrség. A Labanc Anna ügy pedig az akkori jogszabályok értelmében 20 év után elévült. A több ezer oldalas nyomozati anyagot megsemmisítették. 2005-ben szó esett a főgyanúsítottról a Népszabadságban, akiről Solymos István nyugalmazott bűnügyi osztályvezető beszélt. Solymosinak volt egy szokása. A bűnözők, akiket lecsukatott, miután leülték a büntetésüket, meginvitálta egy elbeszélgetésre, ahol megkérdezte tőlük, hogy annak idején jó nyomon jártak ki, amikor utánuk nyomoztak, hogy megtaláltak-e minden fontos bizonyítékot, vagy hogy volt-e valami, amit feleslegesen csináltak. Egy ilyen találkozóra készült most is egy olyan miskolci rabbal, aki gyilkosságért ült a hírhedt szegedi csillagbörtönben. István, a riportalany azonban szabadulása után, ahelyett, hogy eleget tett volna találkozónak, elutazott Ecuadorba egy újságban talált meg nem nevezett hirdetésre. Így ez a terv meghiúsult. Istvánt ezután nem sokkal később kokainnal a tulajdonában kapták el az ecuadori rendőrök, majd ott be is börtönözték. Ő volt a főgyanúsítottja, aki Anna meggyilkolásának idején mindössze 17 éves volt. Feltételezések szerint a Miskolc határában lévő Csorbatónál ismerhette meg a fiatal nőt, akiért rajongott. Anna azonban nem vette komolyan a nála 6 évvel fiatalabb, ráadásul iskolázatlan fiút, ami minden bizonnyal dühítette Istvánt. Mindössze 29 éves volt, amikor végzett barátjával Budapesten, ráadásul a legjobb barátjával, mert az nem volt hajlandó segíteni neki egy rablásban, amit egy miskolci nőgyógyász ellen tervezett. Ennek köszönhetően került a csillagbörtönbe, ahol mindenkinek nagy kedvel beszélt az által a tökéletes gyilkosságnak nevezett rémtetről. Hazugságvizsgáló gépre kapcsolva hallgatták ki, ahol a férfi tagadta, hogy ő követte el a gyilkosságot, de a vizsgálat szerint hazudott. A rendőrök úgy emlékeztek vissza, hogy a gyilkosságra vonatkozó kérdéseknél a poligráf verte a biztosítékot. Mivel sok részletben megegyezett ez az ügy a Labanc Anna esettel, a nyomozók beszereztek egy 1970-es fényképet Istvánról, majd összevetették a hajnali szemtanúk által korábban adott személy leírással. Emlékeztek még arra a sétálópárra, akik a furcsa öltözékű alakkal találkoztak a nővérszálló sarkánál? Az akkor általuk adott információk alapján elkészült fantomkép ijesztő hasonlóságot mutatott. Behívták a rendőrségre az egyik szemtanút, majd elétettek egy fiatal férfiakból álló fotógyűjteményt, amelyen István is szerepelt. Habozás nélkül rábökött a fotójára. Ez azonban még mindig nem volt elegendő bármit is bebizonyítani. Az ügy így tehát elévült. Annak ellenére, hogy az ügyet 1990. április 19-én lezárták, nem mindenkit hagyott nyugodni a megoldatlan eset.
A már említett Asperján György író nagyjából 16 éven keresztül kutatott a tettes után. És így 2006-ban jelent meg a több száz oldalas dokumentumregénye, ami a Labanca nagygyilkosság címmel született meg. A mű nem csupán nyomozati anyagra hagyatkozott, Anna levelezésére és naplójára is, amiben írt pár nappal halála előtt egy fiatal mérnökről, aki zaklatta. Természetesen számos egyéb teória született a hosszú évek alatt, ahogy például orvosokról is, mint elkövetők, akik féltették a jó hírüket. És bár Anna erkölcsi tisztaságáról megoszlottak a vélemények, egy egészen biztos. Semmi olyat nem tehetett, amiért ezt érdemelte. Egy 2020-ban kiszivárgott történeti levéltár által közreadott, még sohasem látott iratból kiderül, hogy a hírszerzés megfigyelt egy férfit, aki különösen sokat beszélt a gyilkosságról, amelynek számos részletét tudta. A dokumentumokban az áll, hogy 1972-ben operatív módszerekkel megfigyeltek egy, a budapesti szigorított fegyház elme megfigyelőjében fogva tartott férfit, mert erős gyanú merült fel, hogy KL-nek köze lehetett Anna meggyilkolásához. A férfi a cselekmény elkövetésének időpontjában annak a kórháznak az elme osztályán volt segédápoló, ahol Anna is dolgozott. Alibit sem tudott igazolni arra az éjszakára. Az ügyön dolgozó beépített emberek jelentése szerint a férfi a börtönben részletesen beszélt Anna meggyilkolásáról. Nem tudni azonban további részleteket KL sorsát illetően, ugyanis zárkatársa, aki információkat szolgáltatott, átkerült egy másik intézménybe, de a jelentés szerint minden meglévő info erősítette a gyanút ellene.